Dicsértessék Jézus Krisztus! Kedves jó testvérek, húsvéti időben vagyunk, de ma egy még Krisztus feltámadása előtti időből való történetet hallgassunk meg. Abban az időben Nikodémus ének idején fölkereste Jézust, aki így szólt hozzá. Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked, újjá kell születnetek. A szél ott fúj, ahol akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki a lélekből született. Erre Nikodémus megkérdezte, hogyan lehetséges ez? Jézus így válaszolt neki. Te Izrael népének tanítója vagy, és nem tudod, és nem érted ezeket? Bizony-bizony mondom nektek és neked, hogy arról beszélünk, amit tudunk, és arról tanúskodunk, amit látunk. De a mi tanúságtételünket nem fogadjátok el. Ha a földi dolgokról beszélek nektek, és azt sem hiszitek, hogyan fogjátok elhinni, ha majd mennyei dolgokról beszélek? Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott, az emberfia. És amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják felemelni és felmagasztalni az emberfiát is, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Azt mondtam, hogy nem húsvét témájához kapcsolódik közvetlenül Nikodémus története. Mégsem bírom ki, hogy ne említsem meg. Ugye ez a Nikodémus, a főtanács tagja, egy művelt ember lehetett, hithű zsidó egyben. Ez ott van, amikor Jézus holttestét leveszik a keresztről. Sőt, tulajdonképpen az egyik segítőtársa Arimateai Józsefnek, aki engedélyt kap Pilátustól, hogy levehesse a holttestet, és a saját sírkamrájába temesse el. Neki segít ez a Nikodémus. Ez a Nikodémus, aki tehát egyszer ének idején, vagy legalábbis késő estétől talán hajnalig beszélgetett Jézussal sok mindenről, amit felét se értette, hogy mit is akar mondani Jézus. Mert kedves jó testvérek, mindennek a kulcsa a Szentlélek. Ennek a Nikodémus és Jézus közötti beszédnek is, de annak is, hogy megértek vagy nem értek meg valamit. Ezért legyünk türelmesek. Most már a húsvét utáni időben vagyunk, készülünk pünkösdre, a Szentlélek eljövetelének az ünnepére. Enélkül nem született volna meg az egyházunk, enélkül nincs szentírás magyarázatunk, enélkül nincs egyház, nincsenek szentségek, stb. A mai evangéliumban Nikodémusnak azt mondja Jézus, hogy újjá kell születni. És ez az okos ember, ezt csak úgy tudja elképzelni, hogy mondja is, vissza kell mennünk édesanyjánk méhébe. Persze nagyon jól tudja, hogy ez lehetetlen, de azt hiszi, hogy az is lehetetlen, amit Jézus mond. Hogy lehet, hogy egyik nap még ilyen vagyok, aztán újjászületek, egy másik életet kezdek el, képes az ember erre? Amikor azt mondja Jézus Nikodémus kérdésére, hogy a szél ott fúj, ahol akar, hallod zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy, akkor valami olyasmit akar ezzel mondani Jézus, hogy egy-egy ember, és te magad, Nikodémus, te is majd így járhatsz, hogy te magad se tudod, hogy honnan is jöttél, milyen messzeségből, milyen távol voltál tőlem, és lásd, most már idáig elfújt a Szentlélek szele. Most itt ülsz előttem, és kérdezgetsz engem, mert még bölcsebb akarsz lenni, mint amilyen vagy voltál. És hogy hova fúj? Hát oda fúj téged a keresztövébe. Nem lettél apostol, de ott leszel a kivégzésemkor, és igenis segíteni tudsz Arimateai Józsefnek, abban, hogy legalább tisztességesen eltemessenek. Te, aki most nézed a tévét,
Ugyanígy. Nem, de mondhatod azt, hogy meglehetősen messziről jöttél. Mert lehet, hogy még 5 évvel ezelőtt nem is gondoltad, hogy te időnként templomba fogsz járni. Most nem a kedves idősebb hallgatókra és nézőkre gondolok, akik talán évtizedek óta természetesen nem hagynak ki egyetlen szent misét se, és gyónnak és áldoznak. Nem, azokra gondolok, akik talán még mindig tartózkodóak, vagy akik már hála Istennek átestek ezen, és már valamilyen közelségbe jutottak. Már ott vannak Jézus szobájában, ott vannak, hogy beszélgessenek vele, talán egy-egy esti ima keretében. Igenis, hallgatni szeretnének rá, és az életüket egyre inkább átadni neki. De jó tudni, a Szentlélek az, aki idáig elhozott, és a Szentlélek még tovább akar fújni téged, mint egy jó szél. Tovább, egészen a szentségek legmélyebb titkának a megértéséig, és a hit továbbadásának az öröméig, amikor már nem csak annak örülsz, hogy te itt vagy, itt ülsz a tévé előtt, templomba jársz, imádkozni szoktál reggel este, még az úrangyalát is mondod, az étkezés előtti imát is, pláne ha valaki mondja, hogy az ima nem marad el, vagy ki imádkozik, hanem tovább akarod adni. Ez a lényeg. Egészen idáig el kell, hogy juss. Nikodémus is azzal, hogy elment a Golgotára, amikor hallotta, hogy ezt a Jézust, akivel ő egy fél éjszakát legalábbis átbeszélgetett, letartóztatták, most kivégzik. Ez akkor már egészen komolyan átadta magát ez a Nikodémus, és utána hirdette ő is Jézus tanítását, és azt, hogy Jézus föltámadt. Kívánom, hogy mindnyájan engedjük magunkat a Szentlélek szele által fújni. Örüljünk, hogy messziről jöttünk, vagy közelebbről, örököltük a hitet, vagy megdolgoztunk érte, de még sok minden van hátra, amit a Szentlélek segítségével kell teljesítenünk. Köszönöm a figyelmet, dicsértessék Jézus Krisztus, Krisztus föltámadott.